A Petőfi telepi művelődési házban rendezték meg Ray Kuni Páratlan páros című előadását Szabados Viktor rendezésében. Mora Frenszeni Népszínház eddig drámákat játszott, és igazából, és azt mondták, hogy egy olyan másfél-két évvel ezelőtt, inkább kettő, hogy meg kéne vállalni egy komédiát, ami nagyon-nagyon nehéz műfaj, és akkor erre esett a választás is igazából. Mert hogy a társulatnak senkit nem akartunk kihagyni, ugye ebben van annyi karakter, ami mindenkit meg tud mozgatni, és cserélgetni is tudjuk egyébként a karaktereket. Az 1998-ban alakult Móra Ferenc Népszínház hiánypótló szerepet vállal mind a magyar vidék és mind a határon túli területek színház igényét próbálja kielégíteni művészi fokon, rangos szerzők műveinek közérhető módon való bemutatásával. 47! Richmond! Richmondi lakásuk? Igen! Louis Road 47, Richmond? Viszont! Louis Road 47, Richmond? A színház elsősorban szórakozás. És én azt gondolom, hogy ha szombat este elmész családdal, egyedül, barátnővel, bárkivel, akkor kikapcsolódni akarsz, és arra a komédia tökéletes. Tehát inkább azt mondom, hogy a filmben jobban él meg a dráma, mint színpadon, ahonnan egyébként származik tulajdonképpen. Mary izgatottan várja otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Wimbledoni rendőrség? Halló, Richmondi rendőrség? Nagy elnézést kérek, felügyelő, hogy zavarom, de rettenetesen aggódom a férjemért. A férjemért aggódom. A neve? Mr. John Smith. Itt Mary Smith beszél, a felesége. Mrs. Barbara Smith vagyok. Kenilworth Avenue 25. Louisville 47. Wimbledon, London 19. kerület. Richmond, London 16. kerület. Abszolút siker, mert ez a darab abból a szempontból nagyon közönségbarát, hogy vannak benne szóviccek, helyzetkomikumok, olyan karakterek, akik eleve már nevetségesek és humorosak. Tehát ebből a szempontból hatalmas szerencsénk van ezzel a darabban. Mi történik itt? Itt? Igen. Itt semmi az én világ. Mindenki. Szabadabban kezeljük az anyagot, és több poént teszünk bele, és kicsit kontúrosabbak a karakterek. Tehát mindig, tehát nem hagyjuk azt, hogy mondjuk egy mit a Trátom felügyelő, az csak egy felügyelő, aki felteszi kérdést, hanem mondjuk ő, neki van egy olyan karakter, amire még jobban ráteszünk egy lapáttal. Porter House ugyanez. Tehát inkább azt mondom, hogy karikatúrákat gyártottunk. Barbás egy Stanley barátja. Ne, Barbás nem barátja a Stanley. Ja, nem barátjuk az idén beszélni. Barbás! A férjed barátja! Móra Ferenc Népszínház tagjai amatőr lelkes színészek, ennek megvannak az előnyei és hátrányai. Rettenetesen nehéz, viszont ezt nem tudod másképp csinálni, csak szívvel és lélekkel. Az a boldogság, amikor mindenki ott van, az azért nagyon sok mindennek árpótol, tehát hogy végre össze tudtuk hozni, de hogy komolyan is beszéljek róla egy picit, azért amikor nem ott tartasz, hogy már főpróba heted van, vagy pár hét van csak az előadásig, akkor azokat a részpróbákat azért meg tudod csinálni azokkal az emberekkel, és akkor nem kell mindenkinek ott lenni. De ez a társulat viszont mindig ott van. Tehát aki csak tud, mindig eljön próbára, még akkor is, hogyha éppen nem lép színpadra. Mert hogy figyelje, lássa, tudja, hogy mi történik a színpadon, hogyha majd egyszer ő lesz ott. Stanley jött. Teljesen megébred, szóval teljesen megébred! De jó Isten, túlélted meg! Nem tűnik soknak az a szereplő gárda, ami a színpadon van. Azt hiszem 70 vagy 80 vagy most hirtelen is tudom fejből. De hát ugye mindenkinek a munkánk az összeegyeztetése, ugye csak hétvégén próbálunk, tehát szombat-vasárnap, ebből a szempontból könnyű a dolog, de mivel a családi foglalkozásokat ezért félre kell tenni, ez nagyon-nagyon nehéz, de természetesen igyekezett mindenki annyiszor jönni, amennyiszer csak engedt az ideje, úgyhogy hála az égnek. Egy hosszú folyamat, mert ez egy nehéz darab, de összehoztuk az előadást, és remélhetően mindenkinek nagyon tetszeni fog, így is, hogy ennyit próbáltunk.
Egy kis cicázás az ágyban is rendbe jön. Micsoda? Cicázás? Egy kis cicázás? Az bizony jól jön néha még. Hát én biztosíthatom, hogy neked eszem ágába sincs ágyba bűni egy ilyen szörnyeteggel. Ezt igaz szemorúan hallom. Én nem szoktam ilyesmit csinálni. Ezt is szomorúan van. Csak egyszer. A Páratlan páros című darab érdekes karaktereinek és cselekmény során fellépő folyamatos félreértéseiknek köszönhetően fent tudja tartani feszültséget, állandó nevetésre ingerelve a nézőket. Csongrád Csanád megyében már több helyen bemutatták, de határon túlra is készülnek ellátogatni vele. Zentára, Magyar Kanizsára, oda biztos, hogy megyünk. Délvidék az a szegmens, ahol alapjába véve most mi többet szerepelünk. Erdély és térsége az most egy kicsit hátra maradt. Alapjába véve ez az, ami külföld, és inkább Szeged és környéke. A feleségem igazán nem akart meg. Ja? De igen! Igen is akarok! Tudod, Zsó! Ez a nap úgy indult, mint amit te meg én kettesben töltünk. Kettesben, azaz csak te meg én. Ehhez képest nagyon úgy tűnik, hogy téged a reggel csendben, téged sokkal jobban érdekelnek a homokos bikás, meg a kertészkedés. Nézd, nézd! De semmi baj! Mehetsz, Mr. Curtis-le egy világányásba is! Első olyan vígjáték, ami alapjában véve egy bulvár vígjáték, ha úgy vesszük, de Ray Cooney, egy angol író, kifejezetten csak ilyen szituációs humort és nagyon-nagyon ritmusos darabot írt, és igazából a társulatnak ez egy ajándék előadás, úgy vesszük a társulaton tagoknak, ugye, mert annyira jó játszani, de közben annyira nehéz is. Volt már vígjáték, de nem ilyen Heltai Jenő volt, Rejtő Jenő volt, Molière volt, voltak ilyen különböző vígjátékok, de ami ilyen szinte ebbe a korba testált előadás és ilyen jellegű vígjáték, az viszont még nem volt a színház társadalnak a történetében. Ugye mi ezt már játszottuk kétszer, két év alatt, csak a Covid ugye teljesen kettőütött a dolgot, meg különböző színjátszóknak, szereplőknek az élethelyzet és azt adta sajnos, hogy most nem tudták vállalni ezt a harmadik évet, harmadik előadást, és ebből adódóan ugye most teljesen új szereplőgárdával, szinte új szereplőgárdával próbálkozunk neki, most már igazából egy turnénak, mert mától kezdve igazából minden hónapban egyet játszunk. Jaj, vissza kell mennem, a barátom nem vigyál a festét. Tudom, nem tudom arra levakadni a vigáist. Én lenúrgyázom. Jaj, sok sikert a diétához. Jaj, tudja mi? Hát kóstolja meg a divatlapokat. Ez az első olyan vígjáték, ami nem akár a történelmi vígjáték, nem pedig egy olyan vígjáték, amit a nagy francia klasszikus írt, hanem igazából ez egy ilyen könnyed, a szó nem esetem egy limonádé darab, de minden közönség által nagyon szeretett műfaj. Szeretném továbbá kijelenteni, hogy Mr. Curtis nem kertész, és nem okos. Még csak nem is homokozik, mint kertész. Szeretném továbbá jegyzőkönyvbe vételni, hogy ez a másik hölgy, Barbara, Barbie, nem bejárónő és nem hidegmeleg. És ami a legfontosabb, mindezen kegyes hazugságok csak annak a ténynek az elrendezését szolgálták, hogy én Barbarának a férje vagyok, és itt élek. És egyúttal férje vagyok a másik hölgynek is, és egyúttal másodt is élek. Igazat mondtam, Stanley? Igazad, barát! Nem igaz! Szeret hazugság!